2021 márciusában elképzelni is nehéz volt, mi valósulhat meg Fényes Litkén. Akkor a talajelőkészítési munkák zajlottak a 125 hektáros területen. Két hónappal később csatlakoztatták a terminálhoz vezető normál és széles nyomtávú vasútvonalat. Decemberben megérkeztek Németországból az átrakodást végző óriás daruk, idén tavasszal pedig a próbaüzeme kezdődött az óriás terminálnak. Miután minden rendeltetésszerűen zajlott az elmúlt hónapokban, kedden hivatalosan is átadták a kontinens legnagyobb, legmodernebb zöld technológiára épülő vasúti logisztikai központját. Európában kiemelt szerepet szánnak a vasútnak, az intermodális fuvarozási módnak, és a gyors és környezetbarát szállítási technológiáknak. A vasút egyre nagyobb szerepet hasít ki a logisztikai lánca a megvalósuló szállításból, és az Európai Uniós klímacélokkal a vasúti áruszállítás fejlesztése nélkül nem elérhető, a célkitűzéseket nem lehet teljesíteni. Erre ajánl egy megoldást az ISSZ-G terminál, amely már a törvény megjelenése időpontjában kielégítette a magyar kormány 2030-ra kitűzött klímacélját. És ugyan egy picit közbeszólt a Covid, mert bizonyos technikai eszközök, gépek nem szerezhetőek be elektromos kivitelben, de addig is dízelhibrid eszközökkel helyettesítjük őket. Seszták Miklós, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a Fényes-Litkei óriás terminál visszahelyezi az Áhonyi térséget Európa vasúti logisztikájának térképére. Sokan elfelejtik, hogy 1990-ben az Áhonyi kapacitás közel akkora volt a átrakó kapacitás, mint Hamburgba. És sokan elfelejtik azt is, hogy ez majdnem lenullázódott. Tehát ha itt most megkérdeznénk régi kollégákat, régi szakikat, akik ebbe a átrakásba, logisztikába voltak, akkor azt mondanák, hogy ők soha nem hitték volna el. Én ezt szívből gratulálok, hiszen megmutattuk itt Magyarországnak, Európának és a világnak, hogy itt a sokszor lesajnált északkeleti részen is lehet világszínvonalú létesítményeket építeni, fenntartani, kivitelezni és ilyen gyorsan megvalósítani. Az East-West Gate évente akár 1 millió darab 20 lábas konténert is át tud rakni, emellett alkalmas kamionok, illetve hagyományos közúti félpótkocsik vasútra rakására is. A komplexum nem csak területében, hanem technológiájában is páratlan. Európában elsőként ugyanis az óriás darukat távolról privát 5G hálózaton keresztül irányítják. Csonka Barnabás, tanulmányvezető, miniszter úrtól engedélyt szeretnék kérni a első széles vonattal, a széles első számú vágányának a beadására. Ez igazából egy állásinterjú vagyok. Tolattásvezető úrnak az engedélyt megadom, kérem, gördüljön be a terminál területére. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter adott engedélyt arra, hogy a széles nyomtávú vasúti vonalon megérkezzen az első Ukrajnából érkező gabonaszállítmány. A tárcavezető beszédében azt emelte ki, az orosz-ukrán háború következtében a terminál elsődleges feladata a következő hónapokban az lesz, hogy biztosítsa a keleti szomszédból érkező gabona átrakodását és továbbszállítását. Most az egyik legfontosabb globális biztonsági feladat az az, hogy garantáljuk az Ukrajnából induló gabona export folyamatosságát. Ez nem politikai és nem is ideológiai kérdés, hanem egy fizikai realitásbeli kérdés. Ahhoz ugyanis, hogy az Ukrajnából induló gabona exportot és annak folyamatosságát garantálni lehessen, szállítási útvonalakra van szükség. Nem ideológiára, nem politikára, nem kommunikációra, hanem szállítási útvonalakra. Olyan szállítási útvonalakra, amelyek gyorsak és hatékonyak. Éppen ezért ennek a Fényes-Litkei terminálnak óriási szerepe lesz az Ukrajnából származó gabona eljutatásában a világ legkülönbözőbb távoli pontjaira. A Fényes-Litkei óriás terminál átadásáról hosszabb bejátszást láthatnak a 35 perc című műsorban.